Életút, a Hessefem portré műsora. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, Hessefem hallgatók. A mai Életút műsoromban a vendégem 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, Jászai Mari díjas művész. Nem csak itthon, de a világ számos országában színészként, rendezőként, sőt festőként is magasra jegyzik. A mai vendégem az Életútban Alföldi Róbert művész úr. Ő az egyik legbefolyásosabb sztár Magyarországon, milliók imádják. Ma már többet dolgozik igazából külföldön, de hozzáteszem, nagyon nagy sikerrel. Nagy tisztelettel köszöntöm, művész úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Én is köszönöm. És eljött hozzánk, interjút ad Európa első női börtön rádiójának, a Hessefemnek. Köszönöm én is. Mondjuk külföldön, mint rendező dolgozom, tehát színészként nem nagyon dolgozom, mert festőként csak külföldön. És ez már nagyon hízeg, hogyha azt mondja, hogy milliók imádják, csak ez így viccesen. Nem, ezt így gondolom. Jól van. Nagy utat tett meg fizikailag és lelkileg is, amióta eljött gyermekkora szülőfalujából, Dunapatajról. Milyen élményei vannak gyermekkoráról? Ugye én Dunapatajon laktam olyan 10 éves koromig, és aztán átköltöztünk egy még kisebb faluba, Ordasra. És ezt azért kell elmondani, hogy nagyon az ordasiak megváltozjon. Milyen emlékeim vannak? Én nem nagyon szerettem gyereknek lenni. Tehát, hogy igazándiból mindig arra vágytam, hogy felnőtt legyek, meg egy kicsit arra vágytam, hogy nem arra, hogy elkerüljek onnan, hanem arra, hogy azt csinálhassam, ami érdekel, és de azt úgy érzem, mert nem nagyon találtam meg ott a faluba. Kivéve az iskolában, meg a Vadvirág színjátszó csoport, meg ilyenek érzem, mert mindig megkerest azokat a helyeket, ahol tudott működni. De hogy egy más típusú világ érdekel. De hogy ez nem jelenti azt, hogy az ember megtagadja a múltját, vagy ahonnan jön meg, nekem szerintem nagyon fontos. Amilyen én vagyok, annak nagyon fontos összetevője az, hogy egy ilyen kis helyről jöttem, meg azok az emberek, meg azok a tanárok, meg azok a szomszédok, meg azok az élmények. De hogy így az volt, hogy tudtam, hogy mit akarok csinálni, és akkor ez így hajtott onnan. A gimnázium éveit ugye már Szentesen töltötte, ahol már, ha jól tudom, a tanárai felfedezték az önben fejlő tehetsége. Ez úgy van, hogy... És jól tudom, támogatták is, és vezették a... Ez egy speciális iskola volt, amit én... Ez egy speciális iskola volt, amit én kerestem. Igen? Általános iskolában. Tehát azt úgy hívták, hogy ez a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi drámai tagozata. És az nem pontos igazándiból, az ember úgy megy oda, vagy azt gondolja egy kívülről, hogy ez egy olyan iskola, ami a kvázi színművészetére készít fel, de nem arra készített fel, hanem valahogy így az életre készített fel. Tehát, hogy olyan tanárok voltak, olyan gondolkodással, olyan nyitottsággal, olyan odafigyeléssel, ami inkább az, hogy az életben az ember, hogy képviseli saját magát, hogy mer kérdezni, hogy figyel a világra. De akkor már tudta, hogy a színművészeti főiskolában... Én mindig tudtam. Meg végül is igen, már gyerekként érezte. Nem tudom, hogy honnan tudtam. Hát azt tudtam, hogy ez érdekel. És hogy ami rajtam múlik, vagy amit lehet tenni egy ilyen ér, azt az ember megteszi. Nagyon kevés gyerek van így, már 5-6 évesen tudja, hogy én... Mostanában meg még kevesebb gyerek. És ezért aztán össze-vissza elveszett. Abszolút, nincsen. De ma már ilyen, nem tudom, amikor, tehát nekem a családban volt egy nagyon közeli rokon, aki nagyon hosszan így csapódott az életbe, éppen azért nem tudta, hogy mi érdekli. Szóval ez egy ilyen fontos szerencse szerintem az életben. Hogyha tudom, hogy mi érdekel, mert ugye az hajtja az embert. Ez egy ilyen motiváció, ami, hogy mondjam, minden nagyobb buckám vagy rosszabb helyzetem van, hogy így tovább löki, de nem baj, tehát hogy nem baj, mert hogy az érdekel engem, amit majd szeretnék elérni. Mostani teljesen más, mint a mi időnkben. Én azt gondolom. Hogy tudják? Igen. Azért a mi időnkben bennem is megvolt az, hogy mi szeretnék lenni, és én is végigvittem az életutamat. Uh-huh. Aztán, hogy ide kerültem, de hát ez... A főiskolát felvették, Budapestre költözött. Az egyik interjújában azt olvastam a költözésre. Azt éreztem, hú, végre itthon vagyok. Így is van. Akkor ezek szerintem nem szerette a vidéki életet. Már akkor tudta, ezt nem merem mondani, mert nem akarok senkit sem megbántani ezzel, hogy én nem szerettem a vidéki életet. Mondjuk inkább úgy, hogy közel várt hozzám a főváros és a nagyváros. És erre volt ez a hú. Igen, hát végre itthon vagyok.
Ha jól tudom, a főiskolán már eljátszotta a Dostojevszkijtől a Bűn és bűnhődés. Ez a végzős. És negyedéves korában népköztársasági ösztöndíjas is lett. Nagyon utánam nézett. Azok a szép, boldog főiskolás évek. Meséljen egy picit erről. A szép, boldog főiskolás évekről reggel mentünk és elmentünk haza, és folyamatosan dolgoztunk. Nem viccel. Komolyan, tehát hogy valahogy olyan osztály volt, meg főleg olyan osztályfőnökeim, a Horváth István és a Kapás Dezsők, két nagyszerű rendező a Víg Színházban, mindegy, egyik sem ilyen más sajnos, hogy az volt a fontos, hogy dolgozzunk. Tehát minél többet dolgozzunk, minél jobban odafigyeljünk. Tehát, hogy melóztunk. Valahogy nekem ez az élményem. Meg ugye úgy is van az egyetemen, már most már egyetem, igen, hogy az első három évben az ember nem is mehet ki máshova dolgozni. Tehát, hogy tehát bármilyen felkérés érkezik, vagy jön, az egyetem azt mondja, hogy nem. Mert pár évig, tehát három évig olyan fontos az, hogy amit lehet, meg lehessen tanulni. Mielőtt belemegyünk Művész úr Víg Színházas időszakába, zenéljünk itt a helyszetemen. Itt vagyunk vendégemmel, Alföldi Robert művész úrral, akivel most a pályafutásának a kezdeteiről beszélünk. Az idén volt 120 éves a Víg Színház, ahol a művész úr kezdte a pályafutását olyan színész kollégák között, mint Eszényi Enikő, Papp Fera, Rudolf Péter, Tordi Géza, Kútvölgyi, Hegedűsdé Géza, és még igazából sorolhatnám. Hogyan fogadták? Hogyan fogadtak? Milyenek voltak a kezdetek? Kedvesen fogadtak. Nagyon nyitottam. Tudom, hogy nagyon szereti őket, a mai napig is. Nyitottan fogadtak, odafigyeléssel fogadtak, elismeréssel fogadtak. Ugye azért az ember mindig, amikor, nem mindig, hát amikor teheti, megy és néz az egyetemen előadásokat, tehát tájékozódik a friss húsról, ami jön szakmában, hogy ez egy kis szakma. Tehát azért nem lehet azt, tehát azért is nem ismeretlenül kell az ember valahogy be egy színezbe. Tehát, hogy úgy nagyjából tudták, hogy mire számíthatnak. Másrészt, hogy ez egy nagyon nyitott közeg volt a Víg akkor. És lehet, hogy nem mindenkinek, nekem nagyon. Voltak nehézségek az elején? Hát nem azzal, nekem azzal soha nincs nehézségem, hogy bekerülök egy új helyzetbe. Azt én élvezem. Ez egy ilyen biztos vagyok. Tehát ez engem stimulál. Nehézségek mindig vannak, de azok valahogy konkrét munkákra vonatkoznak. Tehát az arra vonatkozik, hogy bizonyos dolgot nagyon nehéz megcsinálni, vagy nem sikerül, vagy kínlódik az ember. De az, hogy én a Víg Színház színésze lettem, az nekem nem okozott nehézség. És akkor a változás sem az életében. Ez a változás? Víg Színházas időszak. Tehát, hogy oda bementem, hogy eljöttem. Ez a pályafutása kezdete. Nem, nekem ez természetes volt, hogy én ebben a Víg Színházban tudom. És ha jól tudom, akkor a művész úrnak a szíve csücske is a Víg Színház. Ugye nem kerülték el a nagy szerepek, Róma és Júlia. Nagyon sokat játszottam. Karamazov testvérek. Volt Pári, igen, volt. Szemérmetlenség. Mindig beleszólok abban, mint beszél, és ez baj? Semmi baj. Jól van. Hogy... De jól látom ezt? Mit? Szíve csücske? Víg Színház? Hát az embernek szerintem az mindig a szíve csücske, ahol elindul. Még ha el is jelent, meg másfelé is, mint az élete. Hát azért mégiscsak ott nőttem föl, vagy amit tudok, vagy... Tehát, hogy ott engedték, hogy mondjam, tehát, hogy egy fiatal ember az valahogy szárba szökkenjen. Kibontakozni. Igen. Tehát persze, hogy ezért aztán az embernek az állapot. Innen folytatjuk a beszélgetést Alföldi művész úrral, de most jöjjön zene. Folytatjuk műsorunkat. 1999-ben nyílt meg első önálló kiállítása. Festő. Erről nem kell sokat. Festményei olyan kellendőek voltak, hogy 2005-ig szinte minden évben volt egy egyéni kiállítása. Ez nem annyira most fontos. Most is fel? Nem, de meg ez nem ennyire fontos, meg egy kicsit szégyellem is magam emiatt. Miért? Azért, mert hogyha én nem lennék ilyen ismert opa, akkor egyáltalán nem biztos, hogy lenne ilyen érdeklődés a képeimre. De én egy amatőr piktor vagyok, tehát engem nagyon vonz a képzőművészet, én nagyon szeretem a képeket. Azért nem gondolom, hogy ha 1999-től 2005-ig minden évben kiállítás van, akkor annyira amatőr. De a kettő nem mond ellent. Kimegyek, megnézem. Kettő nem mond ellent. Tehát ez egy hobbi. Hobbi. Most is fest egyébként? Nem, hobbi, ez képbé. Hobbi volt. Tehát, hogy... Valóban. Tehát, hogy ez nem egy ilyen...
Erről én zavarban vagyok, amikor erről kell beszélni, meg engem nem szabad festőnek tekinteni, mert én nem vagyok festő. Vannak festők, én nem vagyok festő. Nagyon vonz a képzőművészet, talán van valami plusz ilyen vizuális vagy esztétikai érzékem, de hogy ez... Mikor szokott festeni? Milyen idő? Régen, mikor festettem? Nem, hanem milyen hangulata van? Ez hangulat amikor jött a kiállítás. Tudja, a legjobb, hogy mondják ezt a legjobb ikletverő a határidő. Rendezőként már minden műfajban kipróbálta magát a művész úr, rendezett musicalt, operát, írt táncsót, divat bemutatott videoklipet. Van-e olyan dolog, valamilyen nagy dobás, ami még esetleg hát nagyon várat magára? Hát nagyon még nagy dobás az életemben, hogy nem eddig tartott, de hogy ez így utólag persze ilyen, de az ember nem úgy él, hogy azt keresi, hogy ezt is hadd csinálj meg, azt is hadd csinálj meg, azt is hadd csinálj meg, hanem valahogy hozza az élet, vagy... Igen, hogy hozza az élet. Tehát azt én nem tudom, hogy mit fog hozni még az élet, ami... Áll elé a kihívásoknak. Tessék? Áll a kihívások elé. 2015-16-os évad. Bőven tartogatott az ön számára. Nagyon sikereket, rossz vagyok, nagyon sok nem elfoglaltságot tudom, 2015-16. Gondolok itt Ötvös Péter Vértelem című. Jó, hogy ez az idén van. Amit Avignonban rendezett a művész. Hogyan élte meg ezt a rendkívüli sikert? Ami ebben nagyon jó volt, hogy ugye az Ötvös Péter ma talán a világ egyik legfontosabb kortárs zeneszerzője. És ami ebben jó volt, hogy vele lehetett dolgozni, hiszen ő volt a karmester. De volt nagyon szerencsém, hogy amikor nem tudom mikor, pár évvel ezelőtt a Művészetek Palotájában már rendeztem a Péternek a Balkon című operáját, és ott is ő volt a karmester. Tehát ez nagyon jó, hogy az ember ilyen nagyon nagy emberrel, vagy nagyon nagy minőségi emberrel, vagy nagyszerű művészet tud együtt dolgozni, és az a másik az egyenlő félnek tekint engem. Tehát ez egy jó helyzet. Két színháznak is volt az igazgatója és rendezője is, a Bárka, illetve ugye Nemzeti Színháznak, amit ugye 5 évig vezetett. Nem csak igazgató és színház csináló mondhatja el magáról, hogy több száz ember állt sorba jegyért. És az éjszakát is képesek voltak kint tölteni azért, hogy a Nemzetibe jegyet kaphassanak, és bejuthassanak. Miképp gondol vissza ezekre az időkre? Csodálatos emlékem, mosolyogva. Szép idők voltak. Szerintem, ha ilyen dolog történik valakivel, az csak jól lehet visszagondolni. Még ha mindenféle kosz, meg rossz történet, meg más is van benne. Tehát, hogy erre csak úgy lehet gondolni, hogy ez jó volt. Tehát, hogy ez tök különös élmény, meg különös dolog. Hát igen, ezt nem sok mindenki mondhatja el Magyarországon. Ezekre a szép emlékekre zenélünk, itt a Hesse FM-en, és vendégem továbbra is Alföldi Róbert, színész rendező, és még festőművész is, de nem, most már ki sem merem mondani, amatőr festő. Igen, de azt nem is kell mondani. Olvasható az újságokban, hogy visszatért a Nemzeti Színházba két vendég darabbal. Újra megtöltötte a színházat. De ez az előző nem. Ez most volt. Hát, de tudja, hogy miket írnak az újságok, vannak a felesem, igaz. Most minden újságíró meg fog mentődni, nem baj. Tehát én ezzel a bizonyos ötvös darabbal, amiről az előbb beszélgettünk, ez ugye egy avignoni bemutató volt, és van az Armel Opera Fesztivál, és ennek keretében az avignoni előadás Budapesten is játszottuk ezt az ötvös operát. És bizonyos technikai igények miatt... Én ezt olvastam, nem lehetett máshol. Igen, a Nemzetibe csináltam meg, de ebben nem volt semmi plusz dolog. Tehát ez a visszatért a Nemzetibe, meg nem tudom micsoda. Ez arról... csak visszatért, hát amikor ez... nem volt máshol... De nem arról szólt, hogy a mostani nemzeti zenet visszahívott engem dolgozni, hanem arról szólt, hogy nagyon sok pénzért ez a fesztivál kivette a Nemzeti Színház épületét. Igen. De ez egy kicsit más történet. Milyen érzésekkel ment vissza? Boldogan! Hát nem nekem kell rosszul lenni, hogy oda megyek. Csak az utóbbi időben volt ugye Koreától, Németországon, Ausztrián át, Franciaországig számos helyen dolgozott, és ezek a munkái mind-mind sikeresek voltak. Miben látja a művészet helyzetét külföldön, másnak és miben itt? Ezt nem értem. Milyen lehetőségek vannak? Külföldön könnyebb, nem könnyebb. Nehezebb, nem Magyarországon... Könnyebb. Minden országban más. Tehát nagyon más Ázsiában, nagyon más Nyugat-Európában, nagyon más nálunk.
és ahol még sokkal több pénz is van mondjuk kulturára vagy színhez, mint például Németországban, ott is ugyanolyan művészi problémák vannak, ami fontos, hogy hogy mondjam ezt. Tehát itt nagyon nehéz anyagilag és egyéb mások miatt, amiben most nem menjünk bele, de az embereknek itt nagyon fontos a például a színház. Tehát itt valahogy hozzátartozik az életünkhöz. Mondjuk Nyugat-Európában egyre inkább azt látom, hogy luxussá válik. És nem elsősorban anyagi szempontból, hanem hogy kit érdekel. Tehát, hogy igen, ez érthető volt? Igen. Ázsiában meg még furcsább hozzánk képest. Tehát Ázsiában, tehát Dél-Koreában iszonyú helyes és nyitott emberek élnek, de ott meg ilyen különleges dolog ez a nyugat-európai színház. Tehát, hogy minden országban más, tehát azért nehéz kérdés, és ez azért nem lehet erre válaszolni, mert minden országban, igen, minden városban nagyon más típusú dolog. Ugye minden társadalomban mást jelent a kultúra, és mást jelent a színház. Már érintett a dél-kelet-ázsiai ország fővárosába, a világ negyedik leggazdagabb városának számít a Szőulban. Tényleg? A világ negyedik leggazdagabb városának számít. Rendezett az idén. Azonnal újra tárgyalom a szerződésemet. Shakespeare téli rege darabját. Igen. Hogyan alakít külföldön csapatot, társult? Hogyan? Oda ment és... Nem. Most is például nem sokára, mert két évben megyek vissza Szóba, mert hogy rendezem az Euripides médiáját januárban, és találkozom körülbelül 100-150 színésszel. Tehát, hogy ezt hívják castingben. Igen. És természetesen már van egy csomó színész, akivel dolgoztam, azokkal megpróbálok újra, de azért vannak olyan szerepek, amikre újakat kell találni. És akkor az ember ilyenkor kimegy pár napra, és akkor reggeltől estig ilyen 20 percenként, fél óránként találkozik egy új emberrel, és akkor megpróbál mindent, vagy amit lehet megtudni az alatt a fél óra alatt a másikról. De például koreai tervezőkkel dolgozom, tehát koreai díszlettervező, meg jelmeztervező, akiket pedig úgy választottam, hogy portfóliókat kaptam tervezőktől, és hát hogy tök bejött, tehát hogy nagyszerű volt dolgozni. Tehát ezt hogy egyszer kell csak végigcsinálni. De most már nagyon jó, hogy ilyen ismerősökhöz megyek vissza. A művész úr ugye először rendezett Koreában, az előadás folytonósága és a jelenlegben csempészet humort Shakespeare történetét teljesen műszerűvé varázsolta. A nézők nevettek, fiatalok, idősek egyaránt, ha jól tudom, és a végén együtt törölték a könnyeiket. Ez milyen érzés? Jó, ez volt a cél. Dél-Korea az utóbbi években, mint népszerű úti cél ugye a turisták számára is, nagyon látványos a konyhája. Kipróbálta? Hajjaj, szerintem csodálatos kaja van. Tehát csodálatos kaja van. Tehát a klasszikus koreai konyha is csodálatos. Másrészt ugye közel van a tenger, tehát mindenféle halat, moszatot és mindenféle élőlényt is lehet használni, és egy olyan ilyenkor én azt szeretem, mert most már nem szeretek szállodába lakni. Na, annyit adtam szállodába. Ilyenkor mindig azt kérem, hogy béreljenek nekem egy lakást. És ugye a lakásban van konyha. Hát én folyamat. Az első héten csak olyat főztem, amiről nem tudom, hogy micsoda. Jól tudom főzni, és szeret, ugye? Igen. Az Őrült nők ketrece egy olyan hely, ahol mindenki az lehet, aki, vagy éppen az, aki lenni akar. 2014-ben ön állította színpadra a Kultúrbrigád és az Átrium Filmszínház nyári bemutatójában. Azóta az idén túl van a 100. előadáson. Az ember a sikert ezt jól éli meg. Hát hogy mondjam, a sikertelenséget szoktuk rosszul meg. Pedig igazából ön bármihez nyúlni, azt gondolom. Hát azért ez túl, azért ez túlzás. Körbe rendezte a világot. Még nem, de mikor jut ideje a Panka kutyusára? Vagy Panka kutyus is? Persze. Korábban nem vittem el nagyon messze van, illetve hogy ami a fő dolog, hogy nagyon hosszú a karantén, amiben tenni kell az állatot, amikor beérkezik az országba. Igen. Tehát az ellen, de egyébként mindenhova viszem. Tehát ezért megyek Avignonban autóval és nem repülővel, ezért megyek Münchenben autóval, nem repülővel, ott ugyan minden kutyán. Mennyivel okoz a munka több örömet ma, és mennyiben volt más? Mint? Nem tudom, mert igazából a társadalom nem halad azon a szinten, ahogy szerintem ön halad. Ja, így érti. Ugye azt szokták mondani, hogy a színháznak egy zűrzavarosabb társadalmi közeg, az nagyon jót tesz,
mert van miről beszélni. Igen. Tehát egy nyugodt, kiegyensúlyozott társadalom, a színház keresi a helyét. Most abszolút abszurdul. Olvastam egy nyilatkozatát, melyben az volt az arcpolitikai jellegű mondata, amire azt mondta, hogy nagyon igaz. Az életben a harmóniára törekszem, bűnözői energiáimat a művészetben. Igen, ez Heiner Müller. Így gondolja? Így. Abszolút így. Mindez a rengeteg munkája mellett jótékonysági aukciókon is részt vesz, támogatja a gyerekeket, hisz. Az összefogásban, a szolidaritásban, az egymásra figyelésben, abban hiszek, bármennyire is nagyon nehéz. A társadalom egy részének nagyon rossz véleménye van a börtönben lévő emberekről, pedig nagyon sok itt a megbotlott és a társadalomból kirekesztett ember. Mit gondol a művész úr erről a problémáról? Ha én megbélyegezném önöket, akkor nem lennék itt. És ez pontosan ezért jó, hogyha mi így leülünk és beszélünk, vagy egy ilyen helyzetben találkozunk, mert hogy, vagy hogy ezt mondjuk hallgatná más is, és nem csak a börtönben belül hallgatnánk ezeket a beszélgetéseket, akkor, tehát azok a sztereotípiák, amik mondjuk vannak azokkal az emberekkel, akik megbotlottak, problémájuk van, nem tudtak valamit megoldani, hogy a társadalom, azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy valaki egy ilyen helyzetbe kerül, nem igazán tekinti ugyanolyan rangú tagjának, mint a többieket, és nem a, és valahogy, de ez igazán nálam mindennel így van. Igen, tehát, hogy nem azon dolgozunk, hogy elfelejtsük és új lapot mutassunk, és azt mondjuk, hogy oké, ezt nagyon elcsesztett, de nézzük meg, hogy mi van utána, hanem valahogy beskatujázzuk. De ez igazándiból, tehát én nem arról, tehát én most nem az intézményekről beszélek, és nem arról beszélek, hogy mit próbálnak a szakemberek megcsinálni, hanem a társadalomnak a pszichés hozzáállásáról beszélek. De tudom, hogy ez mondjuk például ön egyáltalán nem igaz, de hogy igazán a mai magyar társadalom mindenféle frusztrációja, félelme miatt igazán minden ilyennel, minden problémával, minden olyan dologgal, ami a szolidaritásról, az odafigyelésről, a másiknak a megértéséről, a segítéséről a másiknak, igazándiból, amikor így egybe vagyunk masszaként, akkor szerintem nagyon nem jó felé haladunk, vagy nem jól viselkedünk. Sajnos így van, valóban én is érzem. Most zenélünk, és folytatjuk a beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetésünket. Játszik valamilyen szerepben most itthon? Hát játszom tovább az Átriumban, ott ugye két előadásban. Most készülök a Máj Felvédjére a Centrál Színházban, ami a szeptember 30-án lesz, utána játszom egy Molnár Ferencben, az 1-2-3-ban. Tehát most jött két új szerep is az idén. Mit változtatna meg a világon, ha most bármit megtehetne? Mit változtatnék meg a világon, hogyha bármit megtehetnék? Húha! Valahogy mindenkibe beleraknám az igazi, őszinte és mély kíváncsiság gényét. Művész úr, én megköszönöm önnek, hogy rengeteg munkája mellett időt szakított ránk, és hogy az évad befejezésével azonnal a Hesszefem hallgatóira gondolt, és interjút adott Európa első női börtönrádiójának. Sikereihez szívből gratulálunk, köszönöm, hogy őszintén beszélt az életútjáról és a gondolatairól. Kívánom, hogy munkájában és a magánéletében is további sok sikeret érjen el. Mit üzen a Hesszefem hallgatóknak? Hát, figyelnek az embereknek. Nagyon nehéz. Én a kedvenc gondolatommal búcsúzom öntől. Az élet szép, és bármit is juttat neked a sors, ne felejts el élni. Élni az egyik legritkább dolog a világon, mert az emberek többsége csak létezik. Kedves Hesszefem rádióhallgatók, az Életút Report műsoromat hallottátok. A vendégem Alföldi Róbert színész, rendező, művész úr volt. Kívánok nektek kitartást és boldog szabadulást. További kellemes rádiózást kívánok nektek. Ne feledjétek, egyszer minden jóra fordul. A mikrofonnál Ildikót hallottátok. Most pedig művész úr kedvenc zenéjével búcsúzunk tőletek. Az mi? Az mi. Mi az? Stravinszky tavaszi áldozat. Tessék.